A következőkben nézzük meg egy egyszerű probléma esetén, hogy épül fel egy script. Nyissunk meg egy fájlt, File menü, Open File és Simple Diffusion Equation probléma. Nézzük a probléma egyszerű felépítését és a rövid szintaktikai ismertetését a script felépítésének. Az első sorban található a probléma címe. A title parancs után általában sima, egyszerű zárójelben, de kettős zárójel is lehet, megadjuk a problémának a nevét. A text-tel jelölt szövegrészeket a program általában kékre színezi. Mint látjuk, a piros parancsokon kívül, és a kékre színezett szövegeken kívül láthatunk zöld színnel jelölt részeket is, amelyek vagy kapcsolt zárójelben vannak, vagy pedig megelőzi őket egy felkiáltójel. Próbáljuk ki most a felkiáltójel alkalmazását a title parancs előtt. Mint látjuk, a felkiáltójel hatására az adott sor zöldre színeződik. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a title parancs előtt lerakunk egy felkiáltójelet, az egész sor kommentként lesz értelmezve, a felkiáltójelet törölve visszaváltozik az értelmezése, az alapértelmezése a parancsoknak és a szövegeknek. Egy másik kommentezési lehetőség a kapcsolzárójel, amely a következő sorban látható, és ebben az esetben megmutatja azt, hogy ez a probléma határfeltételek mellett. A következő lépcső a változóknak a definiálása. Két általános kérdés merül föl, amelyet a szoftvernek tudnia kell. Az egyik az, hogy mi az a változó, aminek a változását vizsgálni akarjuk, analizálni akarjuk, és a másik pedig mi az a differenciál egyenlet, vagy parciális differenciál egyenlet, amelyet ennek a változónak a segítségével próbálunk megoldani. Így a változóknak a definiálása nagyon szoros összefüggésben van az equations parancssal, amely után általában a vezérlő egyenletet adjuk meg. Így az equations és a variables parancsokkal definiált részek nagyon szorosan összekapcsolódnak. Általában egy változóhoz egy differenciál egyenlet tartozik. Ha változók számát megnöveljük, akkor legtöbbször a differenciál egyenletek száma is megnő. A definíció parancssal valamilyen a változóval összefüggő, vagy az egyenletben szereplő paramétert határozunk meg, erre a későbbiek során még visszatérünk. Nézzük most a boundaries parancsot, amellyel a doménnak határait döntjük el és definiáljuk. A doménen belül általában régiókat különítünk el. Ezek a régiók lehetnek zárt objektumok, amelyeknek általában valamilyen saját, jellemző, elkülönülő anyagi tulajdonságaik vannak. A régiót általában a régióhoz, régió parancshoz kapcsolódó számmal, vagy a régió nevével különítjük el a többi régiótól. Amennyiben egynél több régiót hozunk létre, akkor a következő régió, hogyha átfedj vagy része az első régiónak, fölül fogja írni az adott régió, amelyik korábban lett definiálva. A definiálásunkat úgy kell megoldanunk, hogy az első régió általában tartalmazza a teljes domént, amelyen a határfeltételeket is definiáljuk. Négyzetes régiókra vonatkozóan láthatunk egy példát az itteni scriptben, ahol egy kétdimenziós probléma esetében, hiszen ez az alapbeállítás,
indulunk egy x0, y0 koordinátából, aztán haladunk tovább egy x1, y1, x2, y2, x3, y3 koordináta felé, majd bezárjuk a domént és visszajutunk a kiinduló pontra. Nézzük most ezt a domént, hogyan néz ki egy nagyon egyszerű probléma esetében. Kattintsunk a Domain Review ikonra. A program mutatja nekünk az első régiónkat, megadja a koordináta rendszerek neveit, mivel több régiónk nincsen, ábrázolja a teljes domént, megadja a véges elemháló felosztását, és létrehozza azokat a plottokat majd, amelyeket definiáltunk. Adjunk most az első régiónknak egy nevet, legyen ez a box, kommenteljük ki, a befoglaló box vagy doboz legyen a neve, és hozzunk létre egy második régiót. A második régió neve legyen blob vagy paca. Ez a régiónk, majd mint látni fogjuk, egy kör alakú, az első régióba bezárt foltnak fogható föl. Nézzük, hogyan definiáljuk ezt a körhív alakú objektumot. Először adjuk meg a kiinduló pontját ennek a gyűrűnknek, a későbbiekben fogjuk látni, hogy miért hasznos megadni a régió neve mellett ennek az önmagával záródó ívnek is a nevét. A kiinduló pontja legyen 0,5 az x szerint és 0 az y szerint. Induljon az ívünk a 0,0 kezdőpontú körként az induló 0,5 pontból, haladjon 360 fokot és záruljon be az előző kiinduló pontba. Nézzük most, ez hogyan néz ki. Kattintsunk rá a Domain Review ikonra. Most mutatja az első régiót, kék vonalakkal határolva, ebből kijön a belső definiált körünk. Mutatja a második régiónkat, ami a 0,5 pontból kezdődik. 0,0 középponttal bír, és 360 fokos szöget leírva záródik be ugyanabban a pontban. A folytatás kapcsán látjuk a domént, a teljes doménunkat, és a véges elemháló felosztását. Menjünk most vissza a script részhez. Most kikommenteztem a szöget és a bezárást megadó parancsokat, és csak egy 90 fokos leíró ívet rajzoltam be. Nézzük ezt, hogy néz ki. Ez az ív megrajzolódott. Ki is nagyítja az összefüggésünk. Ugye a 0,0 pontból megy a 0,5 pontba, azonban amiután a doménünket megrajzoljuk, ezt a régiót nem tudja értelmezni, mert talál benne egy töréspontot, ezért nem is tudja igazából a véges elemhálót generálni. Tehát ez problémába ütközik. Ebben az esetben régiót így nem záródó vonallal nem definiálhatunk. Tehát visszaállunk az eredeti megoldáshoz. Ebben a problémában a létrehozott régiónk, egyes és kettes régiónk, doménunk és véges elemhálónk az alapbeállításban szereplő hibahatár szerint lett meghatározva. Lehetőségünk van azonban
sűríteni ezt a hálót, amennyiben erre manuálisan igényünk van, hozzáfűzném azonban ehhez azt, hogy a program maga azokon a helyeken, ahol nem tud elegendő pontosságot elérni, a probléma megoldásánál adaptív módon önmagától sűríti a hálót. Próbáljuk most a hálót besűríteni. Menjünk vissza a szerkesztő menübe, és az ívhez írjuk be a mesh spacing parancsot. Használjuk a mesh spacing parancsot, adjunk be neki egy 0,05-ös értéket, és nézzük, hogy mi történik a véges elem hálóval, amely besűrűsödött a beágyazott objektum határvonalának a környékén a manuális kontroll hatására. Mint mondtam, erre feltétlenül nincs szükség, hiszen a program adaptív sűrítéssel, hálósűrítési algoritmussal rendelkezik. Kommentezzük ki most ezt a paramétert, és nézzük a továbbiakban, hogy hogyan definiálhatunk határfeltételeket. Kétféle határfeltétellel lehet dolgunk. Az egyik határfeltétel, amikor a változónak egy adott értékét adjuk meg a domén bizonyos határán, ezt úgy is nevezik, hogy Dirichlet-féle határfeltétel. Most ebben az esetben az U változónkat, amely egy hidraulikus probléma esetében mondjuk egy szivárgási permanens állapot fennléténél egy pórusnyomást szimbolizálhat, legyen ez a pórusnyomás érték a határon, az egyik határon egy nulla értékkel, a másik határon egy egyes értékkel azonos. A másik határfeltételünk az úgynevezett természetes határfeltétel. A természetes határfeltétel nem magát a változót látja el egy adott értékkel, hanem ennek a változónak a változására mutat, tehát a határ mentén ebben az esetben hidraulikus problémával mánál egy beérkező szivárgó hozamot feltételez. Ez a beérkező szivárgó hozam a probléma határai mentén nullával értelmezve egy vízzáró határt mutat nekünk. Nézzük meg most a problémánkat kicsit részletesebben, honnan, hová, milyen peremfeltétellel van dolgunk. A -1 pontból jutunk a továbbiakban az 1-1 pontba, vagyis a jobb alsó sarkáról a doménnek jutunk a másik alsó végéhez. Itt egy nulla értékű nyomást találhatunk, ami mondjuk a légköri nyomásnak megfelelő érték lehet. A probléma a domén jobb oldalán is kimutatható. A domén jobb oldalán lévő probléma egy vízzáró határt mutat, a felső oldalán lévő probléma egy 1-es értékű nyomást, és a záró oldalon lévő probléma újra egy vízzáró határt. Határfeltételt a belső paca mentén külön nem definiáltunk, hiszen ott majd működik a differenciál egyenlet. Nézzük a továbbiakban a plottoknál ezt a kérdést. -1-1-től mentünk a domén esetében, az első esetében 1-1-ig, tehát 1-1-ig, itt volt egy nullás nyomásunk, 1-1-től mentünk 1-1-ig, itt volt egy vízzáró határ, ugyanúgy a másik oldalon is, és 1-1-től -1-1-ig haladva egy 1-es nyomásértéket definiáltunk, tehát a domén határain vízzáró, vízzáró, nullás nyomás, 1-es nyomásérték volt jellemző és meghatározó.
menjünk vissza a scriptbe, és nézzük meg a definíciók menüpontot, amivel az egyenletben található K paramétert definiáltuk. A definíciónkat régióként is megtehetjük, a definícióknál definiált paraméter értékünk érvényes a teljes doménra, és a domén második régiójára értelmezhetjük egy ettől különböző értékkel a K paraméterünket, ez a K paraméterünk legyen egyenlő ebben a belső régióban egy jóval kisebb értékkel, tehát szivárgási esetben egy finomabb anyagú szövetű régióról beszélünk, ez a régiószövet sokkal finomabb, nézzük most ennek az eredményét. Mielőtt azonban erre kitérnénk, a probléma hátralévő része, hogy a kimeneti fájlokat, a kimeneti plottokat tekintsük át. Ezek a kimeneti plottok a következők lehetnek. Vannak úgynevezett kontúrplottok, amelyek szintvonalas térképként jelennek meg. Ezek lehetnek színezettek is. Vannak kétdimenziós területet mutató, a változóknak bizonyos értékeit mutató felületmodellek, vannak vektor plottok, ebből láthatunk itt egy példát, és vannak a normál grafikonoknak megfelelő úgynevezett elevation plottok. Ezekről külön fogunk majd későbbiekben szólni, és vannak úgynevezett szöveges jelentések, ezeket summary-nek nevezzük. A plottok esetében a nyomás értékeinket jelenítjük meg egy szintvonalas értékkel, térképpel, és egy vektort definiálunk, amely nem a változónk, hanem a változónknak egy gradiens függvénnyel értelmezett deriváltja, a változónk egy skalártérben értelmezett irány nélküli skalár, amelynek a gradiens függvénye már egy vektorként értelmezett, és ezt a K paraméterrel megszorozva egy szivárgási problémánál a Darcy-féle sebességeket kapjuk, amelyek tulajdonképpen fajlagos hozamokként is értelmezhetők. Nézzük, hogy mik az eredmények, kattintsunk rá most annyira, tehát ne lépésenként futtassuk a scriptet, hanem egyszerre, és látjuk, hogy az outputokban megjelent egy kontúrplott, ahol a szintvonalaknak a színei mutatják az adott nyomásértékeket, haladunk ugye a nulla nyomású hely felől, a minimum felől, a színek változásával egy nagyobb nyomású hely felé, kettőt kattintva az adott plotra az kinagyítható, és ezek a nyilaink mutatják nekünk a sebességvektorok nagyságának az értékeit az adott helyen. Vigyázzunk azonban arra, hogy ha föl van írva az adott helyen egy nagyságrend, akkor tudjuk azt, hogy ezt az értéket 10 a mínusz harmadikonnal meg kell szoroznunk. Később majd részletesen beszélünk még a plottokról. Lépjünk vissza a scripthez, és fejezzük be az ismertetést. Ebben az esetben a scriptnél egy end parancssal, amely lezárja a scriptünket és működő képessé teszi. Összefoglalva, a script felépítésénél meg kell adnunk a script címét, a változóinkat, a változókhoz kapcsolódó egyenletet, a doménnek a határait, az arrégiókat geometriailag, a peremfeltételeket a domén határain, amelyek kétfélig lehetnek, úgynevezett Dirichlet-féle értéket adnak meg, vagy természetes peremfeltételek. Meg kell adnunk a kimeneti plottokat, amivel megjelenítjük a problémánkat, és le kell zárnunk a scriptet. A későbbiekben folytatjuk ennek a problémának a felépítését, és így ismerkedünk meg a további lehetőségeivel a programnak.